Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket. A Lólépésben Sakkmagazin 2017 márciusi adásában vagyunk. Gunyec Zoltán műsorvezető vagyok, és mellettem ül Varga Péter nagymester, nemzetközi mester, megyénk egyetlen FIDE sakkbírója, aki a mai adásban mind sakkbíró által észleltekről, mind szakkommentátori tudásáról fog beszámolni mi nekünk. Én is mindenkit üdvözlök. Az előző adásunkban elmondtuk, hogy a megyei csapatbajnokságban milyen magas hőfokú küzdelmek zajlottak, illetve mik történtek az NB2-ben, és latolgattuk a megyei NB2-es csapatoknak a jövőbeni helyezési esélyeit. A megelőző adásunk óta lezajlottak megyénkben az egyéni és csapat diákolimpiai döntők. A sakk diákolimpián egyéni versenyzők, amatőrök és nemzetközi értékszámosok, illetőleg az iskolák csapatai vívtak meg egymással azért, hogy kik képviseljék az országos döntőn Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Erről szeretnénk beszámolni, és a verseny főbírójának, Péter nagymesternek szeretném átadni a szót. Hát igen, Diák Olimpia ugye ez az egyik legnépszerűbb versenyforma, és a legnépszerűbb versenyforma is, én úgy gondolom, Magyarországon, ahol több ezer diák vesz részt ezen a versenysorozaton, és ugye azt kell tudni erről, hogy ugye az iskolák között tartandó versenysorozat. Ugye a Magyar Sakkszövetség gel sikerült ugye elérni azt a célt, hogy ez a diákolimpia továbbra is megmaradjon a diáksportszövetség, az országos diáksportszövetség keretein belül. Annyi különbséggel, hogy ugye az országos bajnokságokat nem a diáksportszövetség szervezi, hanem a Magyar Sakkszövetség, mint szakszövetség kapta meg a rendezési jogot, és most már ez több éve így alakul. Ahol hihetetlen nagy létszámú országos döntőt láthatunk általában az előző években. A sakkozók szívben megremeg a gyönyörtöd, amikor lát egyszerre 500-600 egymással sakkozó gyereket. Hát igen, ez egy fantasztikus dolog. Tehát az országos döntőn a tavalyi évben éppen kettészettük az amatőr és a FIDE értékszámmal rendelkező játékosok döntőjét, de két évvel ezelőtt ez hihetetlen nagy látvány volt, és amióta ez így külön van szedve, tehát maga, hát nem azt mondom, hogy profi, de aki már értékszámmal rendelkező játékos, ugye az már versenyrendszerben azért játszik. Vannak köztük igencsak profik is, tehát igen, mondjuk Orpa köztük. Bence, meg hát sorolhatnám ezeket a korcsoportokban, de kisebbekben is. Én úgy gondolom, hogy az az 550-600 fő az egy fantasztikus látvány, fantasztikus élmény. És ugye ez egy felmenő rendszerű verseny, tehát ugye alapból kezdődik a városi rendezvényekkel, ugye a városi egyéni bajnoksággal, városi csapatbajnoksággal, utána lesz a megyei döntő, akik tovább jutnak, és onnan lehet az országos döntőre tovább jutni, és tudni kell azt is, hogy mind a város körzeti, mind a megyei döntőre úgy jogosultak nevezni a diákok, hogy az iskolák nevezik őket egyéniben is, és az iskolák állítják össze a saját tanulóikból az adott korcsoportba az iskolai válogatottat. Ez azt is megmutatja, hogy mely iskolában vannak olyan sakkozó gyerekek, akik méltóan tudják az iskolát képviselni, illetőleg hol milyen a sakk élet, mert nagyon sok helyen egy-egy iskolába koncentrálódik a sakk élet, oda épül a sakk oktatás, a bázis. Milyen bázisok bizonyították a hírnevüket? Hát többen is, ugye egyértelműen. Úgy tűnik, tehát, hogy ugye Szabolcs megyében is egyre népszerűbb a sakk a gyerekek körében, ugye, ami köszönhető természetesen a polgárjúdi sakkpalota programnak is. Én úgy gondolom, hogy ez egy hihetetlen nagy, hosszú segítséget nyújt magának a sakknak, a népszerűsítésének a gyerekek körében, ugye a sakk megismerésének, megtanulásának, és ugye az egyre több gyerekversenyrendszerbe történő bevonásának.
Tehát itt ez egyértelműen látszik ugye Nagyhalászban is, ahol már több éve zajlik ugye a polgárságpalota program, de ugyanúgy Kisvárdán, és ugye Nyíregyházán is benne vannak. Plusz én úgy mondom, hogy ezen felül ugye nagyon jó és nagyon szuper kis sakkműhelyek alakultak ki iskolán belül is, ahol ugye egyértelműen lelkes tanárok, sakkozók segítenek a gyerekeknek, és ugye tanítják őket a sakk rejtemeinek megismerésére. És én úgy gondolom, hogy a megyei döntőn egy fantasztikus létszámmal találkozhattunk. 170-180 között volt a létszám, ami csúcs, tehát eddig ennyien nem voltak, olyan 160-170-en vagy 150-en voltak eddig ezeken a döntőkön, vagy még kevesebben. És tehát ebből is látszik, hogy fejlődik, népszerű a sakk, és ugye, és a gyerekek egyszerűen, jó, persze nem lehet mindenkinek ugyanolyan egyformán szeretni a sakkot, és ugye nem érinti meg mindenkit úgy a sakk, de az látszik, hogy a játékon keresztül nő folyamatosan a létszám most már több éve. Az igazolt versenyzők létszáma is nő egyértelműen, és az ifjúsági játékosok ugye versenyengedély kiváltó ugye kiváltók létszáma is nő. Ez azt jelenti, hogy ugye azok a játékosok, akiket a versenyrendszerbe bevonunk, azoknak egy éves versenyengedélyt kell kiváltani, és abból lehet a legegyszerűbben, legjobban leszűrni azt, hogy hányan sakkoznak Magyarországon. Ez a létszám amúgy egy megdöbbentő létszám, senki nem gondolná, de ugye a felnőttek, az összes versenyengedély kiváltók létszáma az olyan 5600 körül van, tehát az 5 és a 6000 között van, amivel én úgy gondolom, hogy maga a sakkszövetség a szakszövetségek között szerintem az első 5-6-ban biztosan benne van. És ezen túlmenően hányan sakkoznak még, akiknek nincs versenyengedélyük, mert csak szabadidős jellegű versenyeken szerepelnek. És a szabadidős jellegűvel ugye azoknak nem kell versenyengedélyt kiváltani, tehát én úgy gondolom, hogy ebből is látszik a sakk népszerűsítése. Én úgy gondolom, hogy ami egy 30-40 évvel ezelőtt volt, talán most az kezd megint visszajönni. Még én is úgy tanultam meg, hogy a családban, ugye az édesapámtól megtanultam sakkozni, tehát nagyon sok családban tudtak a szülők játszani, és most, hogyha ez nem is ennyire így alakul, hogy a szülők tanítják meg, de ez is egyre többször találkozok ilyen gyerekekkel, de az iskolai sakkoktatás, az óvodai sakkoktatásban ismerkednek a gyerekek, a sakk ugye lépésekkel, magával a sakkal, ugye, aminek a legnagyobb elején mindig azt mondom, hogy játékon keresztül a gyerekeket arra próbáljuk meg irányítani, hogy gondolkozzanak, használják a fejüket, és ugye megtanítjuk őket gondolkozni, vagyis, bocsánat, nem azt, hogy megtanítjuk, hanem segítünk meg a sakkjáték, ugye a játékon keresztül segít egyre értelmesebb gyerekek is még okosabbá válni. Kibontakoztatjuk a bennük rejlő tehetségeket, azt kibontjuk és kihegyezzük, tehát nevezhetjük ezt akár tehetséggondozásnak is. Kiknél sikerült a legjobban az egyén, illetve csapatdiák olimpia megyei döntőjében bizonyítani ezt? Hát az egyéniben ugye én úgy gondolom, hogy az 5 elsőségével, első helyével az Arany Gimnázium és Általános Iskola lett a legeredményesebb. Ugye az, hát több olyan korosztály is volt, ahol egész egyszerűen ők tudtak olyan játékos kiállítani, ugye a FIDE értékszámosok között, ahol egyedül csak ők rendelkeztek FIDE élővel, tehát egyszerűen más iskolának még nem sikerült úgymond ilyen magas szintű játékost ugye kinevelni. Ott ugye egyértelműen szereztek 2 aranyérmet, a nagyfiúknál is, tehát a legmagasabb korcsoportban, ugye az első korcsoport a legkisebbek vannak, és így mennek fel. A korcsoportok ugye 6-os korcsoportokig, ugye alsós, felsős és középiskolás, ugye és mindegyikben 2 korcsoport van. Ott
ők voltak a legeredményesebbek. Őket követte három aranyéremmel az Apáczai, a Csere János Általános Iskola eredményességben, ami úgy gondolom, hogy nagyon régóta van az Apáczai iskolában sakkoktatás, nagyon komoly hangsúlyt fektetnek ott is arra, hogy szakkör szervezzenek, az ügyesebb játékosokat tovább vigyék, és így tovább. Tehát ugye a legjobbakat pedig ugye a versenyrendszerbe is bevonjuk. Tehát ott is nagyon jól működik. A Dávid SC, ugye, vagy a Betlen Gábor, ugye óvoda, általános iskola és gimnázium is két aranyérmet szerzett. Ott is nagyon régóta folyik a sakkoktatás, nagyon komoly hagyományai vannak abban az iskolában is a magának a sakknak, mint játéknak. Ugye természetesen a Nagyhalászi iskola is, azt hiszem, hogy három aranyérmet szerzett, ahol, ugye, amit már említettem, nagyon régóta működik a polgárféle sakkpalata program, de már előtte is volt a sakkoktatás. Ott szerintem egy 20-30 éve felismerték azt, hogy a sakk nagyon sokat segít a gyerek jellemén is, és azóta oktatják a sakkot ugye Nagyhalászban. És mi volt a csapatdöntőnek a végeredménye? Hát a csapatdöntőn is ugye nagyon sok izgalmas küzdelmet láthattunk. Én úgy gondolom, hogy még visszatérve egy picit a csapatra is, és az egyénire is, ugye különböző megyei helyszínekre szeretnénk eljutni. Ugye idén Kisvárdán tartottuk ezt a döntőt, ugye a második Rákóczi Ferenc szakgimnáziumban és szakképzési centrumban, ami méltó helyet biztosított itt a játékosoknak. Az előző évben Nagyhalászba vittük a döntőt, tehát ami azt is jelenti, hogy én szeretném ugye a megyéket megismertetni, és vagyis a megyén belül több városba eljuttatni. Ami nyilvánvalóan a sakk életet helyi szinten fellendíti, hogyha egyszer Nagyhalászban, egyszer Kisvárdán van a megyei egyéni döntő, hiszen ugye a gyerekek akkor könnyebben elmennek oda, akár nézelődnek, akár versenyeznek, és sokkal inkább bekapcsolódnak a sakk életbe. Ez egyértelmű, és szeretném bemondni, tehát ugye még elfelejtettem az egyén is mondani a Máté Szalkai kislányok teljesítményét, a második korcsoportban az első három helyen ők végeztek, tehát hihetetlen. Azt hiszem két vagy három éve indult ott a sakképzés, és fantasztikus eredményeket. Tavaly országos döntőn voltak a csapatban, de itt is visszatérünk majd a csapathoz. Tehát ott is, ha úgy alakul, szívesen látom egyszer-egyszer majd a döntőt esetleg Máté Szalkán is, hogyha van rá igény és ugye lehetőség. És emellett tényleg a sakkozók eljutnak a megyében azokra a helyekre, sakkműhelyekbe, ahol tényleg nagyon jó sakkoktatás folyik, és elindult valami. És remélhetőleg 10-20 év múlva ennek olyan hatása lesz, hogy egyszerűen tehát a sakkal, tehát ilyen robbanásszerűen megint elérjük azt a szintet, hogy szinte minden gyerek, nem azt mondom, hogy fog tudni sakkozni, de hogy egyre több gyerek tanulja meg a sakknak az alapjait, ugye a sakkot magát, mint játékot, ami szerintem, én úgy gondolom, hogy az egyik alapműveltség egyik része, legalább a lépéseket ismerjük, vagy ismerjük magát ezt a több mint 2000 éves játékot, és ez alapján ugye az egyéni megyei diákolimpián már látszik, hogy hol van ugye elég jó sakk oktatás, hol működnek ezek a sakk egyesületek az iskolákon belül, és ugye ezt egyértelműen a csapatra is le lehet vetíteni. Ott ugye 6 korcsoportban indultak csapatok, ugye a középiskolásokban, ugye a Krúdy Gyula gimnázium nyerte a lányok között, ugye ott úgy tervezték, hogy két csapat tud indulni majd tőlük, de sajnos az egyik csapatnál nem tudott elindulni, úgyhogy ők szerezték meg az országos döntőn való részvételnek a lehetőségét. A középiskolás fiúknál az arany gimnázium kiemelkedett, ők voltak
a legesélyesebbek, legerősebb és méltó módon meg is nyerték, azt hiszem 4 pont előnnyel a Krúdy Gyula gimnázium előtt, harmadik helyen pedig a Bessenyei György gimnázium kisvárdai tanulói végeztek. Itt 6 csapat indult, vagyis végül is, hát nem, bocsánat, 6 csapat nevezett, de végül is egy visszamondó, úgyhogy 5 csapat játszott, tehát nagyon-nagyon jó mérkőzéseket láthattunk, és hát a megérdemelt győzelmet a legesélyesebb csapat, ugye az Arany Gimnáziumnak a tanulói szerezték meg. A felsős fiúk, lányoknál ott a legesélyesebb csapatok úgy gondolom, hogy nagyhalászi fiatalok voltak. A lányokat magabiztosan nyerték, 2 csapatot indítva, és azt hiszem az első és a harmadik helyen végeztek, vagy talán az ne első. Ne haragudj, első és második, bocsánat. Torony magasan második lett a nagyhalász második igen, csapata. Igen. Az első csapat pedig egy partit játszott döntetlen, az összes többi partit megnyerték a lányaim. Igen, tehát ott fantasztikus magabiztossággal gyűjtöttétek be itt ezt az első 2 helyet, és harmadik helyen pedig azt hiszem a Móra. Betlen. Móra. A Móra lett a Móra. Móra. Mórának sikerült akkor megelőzni a Betlent, és akkor így voltak ugye az érmes helyeken. Kifejezetten jó partikat láthattunk. Azt hiszem ott, hogy ugye az első helyezett természetesen simán bejutott az országos döntőre, de már tavaly is ugye a nagyhalászi lányok egyértelműen mutatták, hogy ezt ebbe a korcsoportba ők az egyeduralkodók. 5.-6. voltak tavaly az országosan. Tavaly az országosan, és úgy, hogy idén a legjobb játékosukat még a fiúkhoz is áttették, hogy még nagyobb segítséget adjanak a fiú csapatnak ahhoz, hogy ugye nagyobb eséllyel nyerjék meg. Sajnos ez nem jött össze. Igen, ugye tavaly az Apáczainak volt nagyon jó fiú csapata, és fantasztikus küzdelem után holt verseny volt a tavalyi évben. Most én úgy gondoltam, hogy ugye egy picit az Apáczai csapata gyengült, a nagyhalászi csapat erősödött, ugye, azzal a lányjátékossal, aki az első táblán játszott, Demeter Dorinával, és hát úgy nézett ki, hogy a nagyhalász ezt meg tudja nyerni. Az Apáczai kifejezetten jól játszott, az egymás elleni rangadójuk 2-2-es döntetlennel zárult, és utána ugye az döntött, hogy ki tudja jobban megverni az ellenfeleket. Itt több pontot hullajtott el a nagyhalászi csapat. Az egyik legényű sajnos rossz napot fogott, hát, ki, és sorra vesztett. Igen, néha van ilyen, de ugye az Apáczai csapata végül is így 2 pont előnnyel megnyerte ezt a küzdelmet a felsős fiúk között, úgyhogy ez a 2 csapat kiemelkedett. Ami érdekes, hogy talán a második csapata lett a harmadik a nagyhalásznál. Nagyhalász második tehát csapata. Második csapata futott be a harmadik helyre, tehát egész egyszerűen látszik, hogy milyen régóta folyik ott is ez a sakk nevelői munka, ugye sakkoktatói képzés, és remélhetőleg, reményeink szerint mindkét csapat tavaly is el tudott indulni, a döntőn idén is el fognak tudni indulni. Az alsósoknál szintén izgalmasan alakult. Az előzetes nevezések alapján az Arany Gimnázium és Általános Iskolának volt a legerősebb csapata az. Ezt az egyik gyermekük, az első táblásuk megbetegedett, úgyhogy ezért nem tudták az első helyet megszerezni. És végül is magabiztosan ezt is az Apáczai iskolának sikerült megnyernie. Azt hiszem, hogy 3 ponttal talán, vagy a körül elég magabiztosan szerezték meg az első helyet, talán lehet, hogy 4 pont is volt az. Második helyre, meg a harmadik helyre pedig az utolsó fordulóban aratott győzelmeinek köszönhetően szintén a nagyhalászi csapat futott be. Itt azt kell látni, hogy a kisvárdai Somogyi Rezső Általános Iskolának nagyon értékes és jó rangadókat vívtak a gyerekei, és ott voltak, az utolsó fordulóban a 3-1-es vereségükkel csúsztak hátrébb. Végig ott jártak elől, megérdemelték volna az érmet is,
De hát ilyen az élet, hogy egy ilyen vereséggel gyakorlatilag az éremről lecsúsztak, és ugye mindkét nagy halászi csapat ezzel ugye megelőzte őket, az érmes helyen, ugye, de ez nagyon izgalmas volt gyakorlatilag az első, negyedik, ötödik helyen végzett ugye csapatok versengése. Az alsós lányoknál pedig, amiről már beszéltem, a Máté Szalkai, Széchenyi István, ugye német nemzetiségű, ugye... Német nyelvű általános iskola. Német nemzetiségű általános iskola, ugye is katolikus általános iskola diákjai, akik két csapatot indítottak, és nagyon-nagyon jól szerepeltek. Az első csapatukkal tavaly már megnyerték ezt a korosztályt, és idén is megvédték a címüket. A lányok kiemelkedtek a mezőnyből, simán hozták a győzelmet. Ugye, és azt hiszem a második csapatuk talán ha minden igaz, a harmadik helyen végzett, és második helyre pedig, ha most minden igaz, vagy a nagyhalászi csapat, vagy a Betlen csapat. Azt hiszem, a nagyhalászi csapat végzett a második helyen, de ezt te tudod jobban megmondani, Zoli. Tehát ott is ott vannak, ugye az alsós lányoknál is, ugye a nagyhalászi csapatból. Mindenesetre úgy gondolom, hogy ott is fantasztikus nagy küzdelmet láthattunk, és ami még a létszámokat illeti, hogy ilyet én még nem láttam, hogy az alsós fiúknál 13 csapat indult, ami ismételten rekord létszámot jelentett, de a felsős fiúknál is 9 csapat vállalta a részvételt, tehát ebből is látszik, hogy fejlődik a sakk, az iskolai sakkoktatás is, és egyszerűen 4 számon lehet lemérni, hogy milyen sok csapat indult. Nézzük meg akkor, hogy hová juthatnak a diákolimpikonok, hová fejlődhet a sakktudásuk. Beszéltünk már eleget a sakkról, műveljük is. Igen. Mutass be nekünk valamilyen partit, amit hoztál mi nekünk. Jó, most mindenképp ugye a Tiszavasvári MB2-es csapatának az egyik játékosának a partiját szeretném bemutatni, aki én úgy gondolom sokadik virágzását éli, és fantasztikus eredményeket ér az utóbbi időben. Dr. Radis Lászlónak a partiját szeretném bemutatni, úgyhogy szerintem egy kifejezetten jól sikerült partit játszott világossal, úgyhogy lássuk ezt a játszmát. Tehát virágosan játszott Radis László, és sötéten volt Kovács Apollón. Ugye azt kell tudni, hogy ugye ezt a partit a miskolci kisbocsok ellen játszott a Tiszavasváriból, ugye Radis László, megyebeli játékosunk, és ugye ezt maga biztosan fogja a miskolci kisbocsok megnyerni ezt a bajnokságot. Azt hiszem, hogy 9 ponttal vezetik már a mezőnyt, és... itt sikerült egy nagyon értékes győzelmet aratni Fehérrel doktor úrnak. Világossal E4-jel kezdett, amire D6 következett, D4, huszár F6, huszár C3, itt G6 lenne a főváltozat, de C6-tal folytatta fekete. Ez a cseh rendszer, ha jól tudom. Ez a cseh rendszer. Rugalmas. Igen, rugalmas, ugye E5, még lehet G6 is belőle, B5-tel is jöhet. Ezt elkülönlendő A4-jel folytatta világos, ugye ne jöjjön B5. Vezér A5 következett, ugye kötést hozott létre, most huszár üti E4 fenyegetne, futó D3-mal megvédte ezt a gyalogot. E5 következett, amire huszár G-ről E2-re fejlődött ez a huszár. Futó G4, ugye fejlődött fekete, F3 jött, amire futó H5, és ugye futó D2-vel fejlődött tovább világos, ugye ez az értelme, hogy ezt a kötést megszüntesse, és a huszár elugrással most elég erőteljes fenyegetése lenne világosnak. Vezér C7-tel ugye biztosabb helyre helyeztük ezt a vezért, amire EA5-tel ugye a leszorítással folytatta világos a partit. Futó E7-tel fejlődött fekete szintén, elsáncolt világos, fekete huszár BD7-tel ugye az alapelvet, a fejlődést folytatta, vezére egy következett, amire elsáncolt fekete, és ugye király H1-gel kiment világos ugye ebből a G1 A7 átlóból, bástya F8-al folytatta fekete,
amire D-üti E5, D-üti E5, és huszár G3-mal ugye H5 futó helyzetére akart rájátszani, bástya a D8-al, ugye nyílt vonalra tette a bástyáját fekete, futó E3 érkezett, az A7 gyalogot ugye megtámadta, erre futó C5-tel ugye cserélt, vezér F2, ugye most kötelező ütni E3-on, futó üti E3, vezér üti E3, futó G6 következett, és futó C4-gyel, ugye elég jó helyre tette, jobb helyre tette ezt a futóját, világos. A6 következett, és most elkezdődött, ez egy picit az iszabb birkózás, ugye a pozíciós játék, stratégia, ugye különböző tervek érvényesítése ugye a sakktáblán, huszár CE2 következett, amire huszár F8-al folytatta fekete, vezér C3-mal jött világos, amire bástya D7 következett, ugye ez volt az értelme, hogy ezért szerintem az A5 gyalogot megvédtük, most bástya AD1-gel, ugye a nyílt vonalat el tudtuk foglalni, bástya LD8 jött, amire bástya üti D7, bástya üti D7 jött, és ugye a G3 lovat egy picit jobb helyre helyeztük, F5-re, huszár F5, amire itt hibázott fekete, itt huszár E6 az nagyon rossz lépés volt, valószínűleg futó üti F5, E üti F5 és E4-et kellett volna lépni a feketének, az egy dinamikus állás lett volna. És érdekes, hogy Radics Laci akkor húzott huszár F5-öt, mikor E8-ol eltűnt a sötét bástya, tehát az E5, E4 ne tudjon jól jönni. Igen, ez volt az alapötlete, de objektíve akkor ezt a huszárt innen el kellett volna tüntetni. Ehelyett ugye huszár E6-tal gyengeségeket vállalt fekete, ugye fejlődött huszár E6-tal, amit a futó leütött, és ugye a dupla gyalogot hozott létre. Igaz, hogy az F5 lovat eltüntette onnan, viszont ugye ez a gyengeségek ott maradtak E6-on és E5-ön, az a két fekete gyalog. Futó üti E6 jött, amire F üti E6-t visszaütötte a fekete gyalog. Huszár E3 érkezett, ugye C5 jött, és huszár C4-jel ugye azonnal itt az E5 gyalogot vette górcső alá világos. És nézzük meg, hogy sötétnek csak elméletben van D4 pontja, nincs abban a helyzetben, hogy a huszár be tudja játszani. Hát igen, E4-re. Az jó lenne, hogyha az F6 huszár D4-en állna, az lenne az ideális terv, de hát az oda viszont a D6 érni. Pontot ellenőrzi világos, le akarja igazolni az E5 gyalogot, tehát világos itt már határozottan jobban áll. És nem is tudja megvédeni az E5-öt, úgyhogy ezért beáldozta ilyen utolsó fejvesztett áldozatként ezt a bástyát, bástya D4 következett, hogy legalább a gyalogot kiegyenesítse, huszár üti D4, E üti D4, és vezér D2, amire H6, és ugye C3-mal felszedjük a centrumot, E5, C üti D4, ugye E üti D4, bástya E1-jel, azonnal az E-gyalogot szeretném ott előreindítani, király F8, és B4-jel, ugye a D4 gyalog alap pillérét akarom megbolygatni, futó F7 következett, amire folytatódott huszár B6-tal a parti, C4 jött, ugye utolsó mensvárként, vezérüti D4, C3, bástya C1, C2, és vezér B2 után, ugye elhullik az a C2 gyalog is, ugye nem nincs értelme tovább folytatni, és feladta minőség fekete. És két gyalog hátránnyal tulajdonképpen az alkalmi esélyeket is elvesztette, és sötét a parti megnyerésére. Véget ért a mai műsorunk, köszönjük a megtisztelő figyelmüket, tisztelt nézőink, remélem találkozunk a legközelebbi alkalommal is, viszontlátásra! Viszontlátásra!